A kormány keddi ülésén többek között gazdasági és energetikai kérdésekről is tárgyalt, emelte ki a szerdai kormányinfon Gulyás Gergely. Hozzátette, a legnagyobb probléma a szankciós infláció, amivel a magyar gazdaság is küzd. A cél, hogy jövő év végére a mostani felére csökkenjen, ezért van rezsicsökkentés és benzinárstopp, kamatstopp és árstopp. Ez utóbbit most két újabb termékkel kiterjesztik. Ennek értelmében a tojás és az étkezési burgonya árát a szeptember 30-ai árszinten rögzítik, a nagybani piacok kivételével. A döntés december 31-ig érvényes a többi árstoppal együtt. Megnézzük azt, hogy milyen alapvető termékek drágultak jelentős mértékben, akkor a tojás és a burgonya ezek között előkelő helyen szerepel. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vagy akár csomagküldés esetén alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár, az a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. A kormány döntött arról is, hogy a rendszerhasználati díj nem emelkedhet a lakossági fogyasztók számára a jövő évben sem. A zöld energia, napenergia esetén is biztosítani kell az energiaellátás folyamatosságát. Az áremelkedés mértéke azonban nem érvényesíthető a lakossági fogyasztók számára. Ennek érdekében extra profitadót vetnek ki a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre. Miután az energia drágább lett, ezért magasabb áron tudunk vásárolni, de a kormány arról döntött, hogy ezzel a lakosságot nem lehet megterhelni, tehát az ár emelkedés mértéke nem érvényesíthető a lakossági fogyasztók irányába. Annak érdekében, hogy ez ne jelentsen megfizethetetlen terhet az ipar számára, extra profitadót fogunk kivetni a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre. Ennek a mértéke 22-ben, illetve 23-ban is mintegy 40 milliárd forint. Ennek mértékét idén 13%-ban állapítják meg, 2023-ban pedig 10%-ban. Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, idén biztosan nem változik az energiaára, azt szeretnék, ha jövőre alacsonyabb lenne.